ágyon suhansz át, ma száz határon, hogy a tiszta, boldog béke sugározzék földre, égre. Szent karácsony, drága ünnep, az angyalok is örülnek. Velünk vigad az egész föld, nagy örömünk mindent betölt, mert megjött a messiásunk, akit rég etegve várunk. Akiről a nagy próféták mit fog tenni, mint megintek. Gyermek szívben boldogunknak, üdvözítő királyunknak. Nagy karácsony éjszakáján, Jézus születése napján, ma örvendjünk, ma vigadjunk, ma született kis Jézusunk. Volt egyszer egy kicsi város, magas hegyekkel határos. Názáret volt annak neve, szerint szűz lakott benne. Mária, mert így nevezték, imában tölt reggel estén. Egyszer, amint éppen imádkozott csendben, belépett egy fényes angyal, örömtel égi hangon. Földnek égnek csillaga, üdvözlés légy, Mária! Lelked tiszta, óvetét, senki hozzád föl nem ér. Rád hasonló senki nincs, éltet, féltet, drága kincs. Üdvözleted mit jelent? Rád tekintek, Istened! Szívem elde menne meg! Öröm hirdelj most felé, messiás a földelé, édesanyja kím felé. Fiat fog születni, és Jézusnak fogod hívni. Dávid trónját foglalja el, és uralma nem minden. Hogyan valósul meg mindez? A Szentlélek ereje által. Íme az Úr szentjárvodája, legyen, ahogy igéd mondja. Ebben az időben történt, Augustus császár rendelt adok ki, hogy egész földkerekséget írják össze. Mivel Mária jegyese József Betlehemben született, felkerekedte, a júdai városba sietett. Így kellett történni.